mindenkinek, vagy valami ilyesmi. Igen, te állítom, hogy minden működjön úgy, ahogy kell neki. Vagy legalábbis ez a szándék. Ezt a szándékot sikerül megvalósítani, az ugye természetesen egy teljesen más kérdés. Úgyhogy pillanatokon belül kezdünk kérdőre, hogy YouTube-on fent van a videó, azt hiszem, ezt meg kell néznem. Csodálatos. Tudom, már is kaptok két. Elvileg. És gyakorlatilag is. Jipi, üdvözlök titeket a Pofahunter. Most nem látszik, hogy ez jó teljesít. Tegnap este konkrétan top 150-ben voltam vele, aztán láthatjuk, történt egy smás. Úgyhogy dolgozunk az ügyen, hogy ez ne így legyen a későbbiekben, illetve hát, hogy visszakerüljünk oda, ahová való vagyunk. Hunter's Mark, erre hülyeség, ezt már kiiktattuk. Már csak azt kéne, hogy a harcnak legyen hangja. És ha minden igaz, most már annak is van. Csodálatos. Fúj! Fúj, 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 fúj. Bah! Ez nagy törik. Jó, aki itt megmutálni fog engem, azt hiszem, aki most éppen felvett. A siomaiban nem egy jó hír, nem akarja a figyelme csodát, amit megértek. Valami jó. Másik explosive trap. Olyan sok andíselni való aztán nem lesz, de a másik explosive az lehetőséget adna nekem arra, hogy ez kapjon még egy felhasználást. Na, nem azt mondom, hogy nem annyira, innen már nem nyerjük meg. Galaktikus tanácsot ítélet előtt, illetve magyar nyelv. Ez a főcifre fiaség volt, most egész jól lenne az angol is. Elfoglalra. Nem kell bele támadnia. Nincsen kincs semmi. Továbbra sem kell bele támadnia. Egyébként nagyon szerencsés csillagállás mellett. Kérdője, kérdője, már tudjuk lenne. Ha megint így döntő itt a látni kétélete, mi akkor előjövők lehet. Tízes lehet, Deckwist már is. Szóval igen, tegnap ez a patli rendkívül jól teljesített. Ma már kérdésből. Mondjuk azt mondja, kicsit más az ellenfaj listája. Sokkal több a MacMage. Tegnap rengeteg izé volt. Róg meg lassú. Technikailag még élünk, gyakorlatilag természetesen nem. Top 150 mojka. Na jó, majd visszakerülünk. Legalábbis megpróbálunk itt kepegülni. Az a legtöbben ígérhetek. No.
Hát ez nem esett jó. Amióta én ma ezzel a patollyal próbálkozom... 9-9-9. Nézzük, mi van. Én a maiban benne van a mai éjszaka is, azzal az a baj. Még így is 56%-on vagyok, de... Ilyen órára nem tudom megszámolni, úgyhogy lehet, hogy ezt manuálisan kell megnézni. Szóval... 2, 2, 5, 2, 5, 3, 10, 3, 10, 4, 12, 1, 12, 5, 13, 6, 13, 7, 60% 66% körül volt a tegnap lépett ajca. Mint láthatjátok, most nem. Azóta, ha jól látom, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 5, 4, most vesztettem 3 zsinórban, az egy kicsit szar. Igazából nem is az a baj, hogy hát ez a 3 életése túl sem. Hello. Ez elég szar, de ami fontos az az, hogy ilyen alacsony szintű emberek ellen vesztettem. Igen, alacsony szintű emberek ellen vesztettem. Magasokkal, de nem lehetettem. Megtartsam az egészet. Ez igazából jó. Tehát az nem fér valami az első körben, ne legyen kint semmi különben meghalsz. Ha el kell basztanod a plusz két sebzést, akkor is ki kell tenni. A második körös messzájön tiszt az undorítóan jó. Azt imádom az Eagle Horn jó, azt pedig lehetővé teszi, hogy nagyon hamar megkapsz az extra egy gyűlöködökét. És nem tudom csinálni semmit. Ha nem aktiválja a sebzést, akkor ezt rakjuk ki nagy valószínűséggel. De coin eszek. Igen. Így már más a proverbiális leányzó fekvése. Szóval valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy Eagle Hornból pofa, a 2-1-es öngyilkos lett. Van a 2-1-es, miért legyen öngyilkos? Hát az A lehetőség, hogy leüti ő, és akkor belehal az explosive-ra. Ugyanúgy B lehetőség lekardozza, akkor letőrezi, akkor plusz 2-t sebez. Harmadik lehetőség fenoknálsz, és a szar. Kicsit szar. Fenok nájtkodik. Ez a konklúzió. Mert akkor ez egy 3-3-as, hát 3-1-es, amivel momentán nem tudok mit csinálni, de kit lesz a Haunted Creeper. Következő kör valószínűleg Haunted Creeper Steady Shot. Már is nem bárdodom, figyelek, mert csináltam, hogy én csináltam volna, csak egyik itt torzsant támadott egy módottól. Ami egész jó. I love it, so... Érdekes. A rendkívül érdekes. A újabb Eagle Hornból. Lehet, hogy elhasználom. Nyilván nem lesz kedve aktiválni a trapet. Most. Jól lenne megölni, de aztán nem fogjuk tudni megölni a Liokkor. Leütjük is egy-egyest. Maximalizálni kell a sebzést per kör, tehát azt kell most kitalálni, hogy tudok a legtöbbet sebezni. Most pofán vágom, felveszem az új fegyvert, lepörnöm izé, akkor 5-öt sebeztem rajta, kint van két sebzés, amikor ez meghal, 3 a kezemben, van még egy Wolf Riderem, az egész jó. Most kiraktam a Wolf Rider-t, lepingelném, nem vághatnám pofán ezzel, mert akkor elpazarolnám az extra charge-ot ebből. Úgyhogy ugye nekünk száll pofán vágjuk, megrövünk, előttetjük le. És így elvileg meg is tudjuk ölni a következő körben. Mi értelme annak, hogy kiváltotta a platid a bal oldalra? Az, hogy baromi sokan kérdezik, hogy éppen mivel játszom, és ahelyett, hogy állandóan meg kéne mutatnom, mindenki meg tudja nézni. Meg azért, hogy hülye kérdésekre tudjak válaszolni. Igazából az a legjobb része. Pay attention!
Na, ebben az a poén, hogy van ambíció tőle. Ja, ráadásul belenyomja az explosive trap-t. Szerencsére nincs tankja, gyakorlatilag minden. Hoppa, elvitt a dél. Jó, hát nyertünk. Pont azért kezdtem ezzel a passzival játszani, mert ezzel a rogue ellen nem tudtam mit csinálni, mert olaj rogue ellen. Amúgy elég kellemetlen ellenfél. Legyünk fentük. Így, hogy ezzel választottam ezt, és tegnap egész sok is volt belőle, hogy a fagyasztósan tudom, mert tegnap próbáltatunk ezen egész dolgokat viszünk én. De rengeteg ma a McMage és a McMage-en. Az túlzás azt mondani, hogy szívok, majd három olyan meccsem is volt, ahol egy életerőre nyomtam őket és nem haltak meg. Úgyhogy azért sokkal nagyon szoros meccs van ebben a papíron fantázia jelenleg. Oké, Hunter kontra Hunter, az biztos, hogy nem fér be az első két kört lehetettem, úgyhogy lehet, hogy eldobok mindent. Ezen próbálom nézni, hogy mit csinál, de lehet lemaradtam róla. Megtartottam, mint három apját, az elég kellemetlen számunkra. Egy szó, mint száz, ezt mind eldobom, tehát első-második körös lapokat szeretnék. Nem hulladék az a pakó. Kicsit szar, hogy beúztuk a csapdát és a Net Scientist-t. Ez a fagyasztós Hunter, amivel én játszottam tegnap. Aztán ezt az első közt kipeljük. Hogy kiérnézhetem a Mad Scientist-et, de aztán nincs mit csinálnom. Kiraktatom az Abusive Sergeant-et, de nem. Pazd meg! Na ez nagyon szarú, mert a Mad Scientist nem fogadni nekünk szart se. Ha. Lehet, hogy csak kidobok egy csapdát, ez már pocsék, amit nagy baj. Hát, hogy beúszok mind a két csapdát a kezdőkezünkbe, az rendkívül szerencsétlen. Variancia villamos a barátunk. Előfordul az ilyesmi. Ez kellemetlen. Ez nagyon rosszos, hogy egy kívül. Wow, nála is, nem, nálam is két nagyon kös csap, de már csodálkoztam. Oké, szóval ez nagyon rosszos, hogy egy kívül. Hát ezt is szedett meg egy kicsit szedett. Ó, Snake Trap, oké, ma is tanultam valamit. Oké, tehát Snake Trap. Ez egy hasznos információ. Jó. Úgyhogy, ha lehet, kerüljük el azt, hogy megtámadjuk a minionjait, nem biztos, hogy ezt támadunk. Malacka! Ja. Aztán ebből újabb explosive trap-re, anélkül, hogy az Eagle Horde-ból ebből bármit kapna, ami szar. Arra bocsánat. Glaive Ruka és nincs mire felrakni. Malacka? Hát ha ez nem malacka, ez megali. És akkor nincs értelme explosive trap-ezni. Vagy aktiváltjuk a Snake Trap-et, ezt lecsaphatom. És explosive. Csak ennek sincs sok értelme. De igazából van. De most egész fájdalommentesen meg tudom csinálni. És itt nem is kell a malackát lecsapni, lecsaphatom az egyik 1-1-est. Lecsapom az 1-1-es-est. Explosive Trap. Körvége. És akkor minden eltűnik kivel, hogy kirak ő, vagy nem csinál semmit. Hát nagyon hátrányból jártunk most a két ellennek. Mert mind a két csatlánkat behúztuk a kezdőkészletet. Ha megtehetem, hogy a Metzlány tisztet raktunk valakon ki, akkor vegyük észre, hogy ugyanazon a helyzet, mint most, csak cserébe kint lett volna egy kettő-kettes test, ami tette volna a dolgát, ezért olyan rohadt hivatala. De behúztuk mind a két ciklitet a kezdőkészletet, korlátozottak a lehetőségeink.
egy Helmmaster eléggé fájna, de azzal nem tudom, hogy csinálni. Nem szoktam annyira szívni MacMage-el ezzel a paktival, azt kell mondjam, csak nem értek egyet. Paladin ellen se, utáltam ezzel a játszani Paladinna. Tandruid ellen meg pláne nem kapok ki, mert túl lassú. Druid baromi jó. Konkrétan 70 plusz százalék, Mirror 70 plusz százalék, Mage ellen 50-50. Paladin ellen is válasz csak két meg. Jobban örültem volna egy malackának, mondanom sem kell. Itt is a helyzet, mert én nem nagyon akarja most kirakni semmit nyilván. Van egy Houndmaster-re, belenyomhatja a 4-1-1-esét a maciba, és akkor a malacka túlél mindent. Ha ez történik most, akkor nagyjából veszítünk is. És ennek tényleg lehet érdemesre tovább megölnem egy egyet, például ilyen aszlóságokra érdemesen volna utólag és nem előre figyelnem. Azt mondom, hogy abban reménykedik, hogy húz egy Houndmastert a malackájának előbb vagy utóbb, és nyilván ha végtelenség várunk be is fogja húzni, tehát ezt érdemesen elkerülni. A másik feloktorinak meg aztán nyilván nem akar semmit bejátszani egy explosive trap-be. Úgyhogy lehet, hogy... Lehet, hogy majd. Oké. Okay. Hát majd már nem fog sokáig feladni velük. Cserébe viszont, ha ez izé lesz, akkor az már tényleg kell alatt. Úgyhogy... Nincs Helmmaster, mert azt kirakta volna, és azt hiszem általában egy van ebben a pakliban. Leüthetném a fegyveremmel ezt a szart, de hosszabb távon úgy érzem, hogy egy rossz ötlet. Tehát most abban kell gondolkodnunk, hogy ezt hogyan öljük meg. Ez potenciálisan 10 sebzés, ez a kettő kell lenni fog. Azt hiszem 14, 16. Egy Arcane Golem, meg egy Beast nagyjából ez a hadművelet. Ezt igazából kidobhatom, mert miért ne? Ha ezzel tudom ellensúlyozni az ilyen huncutságait, mint hogy Helmmaster özget, akkor jó, viszont valójában csak megetettem Marksnával, az ennyi. És akkor a Helmmaster és huncutságra se jó ez. Viszont ennek semmi hatnám lesz az egész mérkőzésem. Úgyhogy... Tehát nincs okom nem kirakni, egyáltalán meg nem kell. Max ennyi kéne, és kirakom és megöli, akkor egy ilyen kevesebb Houndom lesz az Unleashed skill-ből. Ami lehet, hogy számít. Úgyhogy semmi netto pozitív nincs abban, ha én ezt kirakom. Egy csinálatban, hogy leütöm és kiteszem a Mad Scientist, ez nem butaság. Ezt kitegyem, ne tegyem, kitegyem, ne tegyem, fogalmam nincs, kitegyem. Tehát ez olyan minimális negatívumnak tűnik, hogy az Unleashed the Skill-ből egy ilyen kevesebbet kapok. Aztán lehet, hogy az nem tiad a meccset. Semmi hatna nem lesz. És úgy ez a Tauntolt Marksna azért elég indulító. Dr. D. Bagoly plusz Skill Command az ugye 10. 4. Van 4 charge lap ebben a pakliban. Dupla Wolfrider, dupla Arcane Golem, meg az Unleash. Tehát az 6 lap. 6 lap, ami instant sebez. Eddig egyet sem húztunk be közülük, tehát 6 a 19, ez nagyjából 1 a 3 az, hogy behúzzuk. Mindig itt 3 manába kerül, úgyhogy ezzel lehet számolgatni. 5 mana áll majd rendelkezésembe ezen felül, érmével maximum 6. Tehát ha Unleash the Skill, akkor fogok tudni, akkor tudok mellé skill commandezni, ha nem, akkor milyen opcióink vannak, de most tudok sebezni minimum 4-et, az 14. Húzok egy Arcane Golemet, akkor az 10, marad 5 manám, nem tudom megölni.
Lehet kénytelen leszek most skill commandezni, akkor ez leviszi 6-ra. És akkor van sansz, amely megöljen. Igen. Ez már a következő körben garantáltan nem lesz elég manám erre a pozícióra. Utasságnak kívülhet, de most el leszek most veszelőt. És ha nyilván kirak egy tankot, egy clutch belcsőt, vagy egy más nem nagyon tűnt, de clutch belcsőt, akkor most nem kívül szomról, hogy elhasználtuk a silence-ünket, de egyébként elég fontos ez most. És egyébként Wolf Rider, Arcane Golem, nagy valószínűséggel Unleash the Hounds mind nyernek. Eaglehornból nem nyer, egyre le tudjuk vinni vele természetesen. Ugye nincs a pakliban King Crush, mert King Crush akkor... Miért nem bal oldalt van a decklist? Bal oldalt van. Szerintem, amire te gondolsz, az a jobb oldal. De igen, szívesen átrakom végül is, miért ne tenném. Kicsit talán meg is. Oké, tehát egy a háromhoz, hogy nyerünk kis tudással. Mert különben is most ilyen. Lézzük, az sajna nem elég. Nem úgy tudtam volna más csinálni, azt hiszem. Nyilván akkor ilyen közel van, hogy győződjön egy győzelemet, hogy ez két életereje maradt, akkor valószínűleg valahol korábban csesztem el a dolgot. Ez valószínűleg nyerhető volt, csak nem láttam pontosan, hogy hol. Az, hogy lesz kill commandeztem a pofáját a tűzre, az szerintem egy abszolút helyes döntés volt. De ha ti másképp gondoljátok, akkor azt szívesen látnám, hogy szerintetek ez egy jó ötlet volt, vagy mit tudtam volna most jobban csinálni? Oké, próbáljuk meg abba egy naszopást, lehetőleg, hosszas lenne. De ne feledjük, hogy abszolút szar helyzetből indultunk, mert dupla explosive volt a kezünkben. Nem tudtam csinálni a Mad Scientist-ekkel. Lehet egyébként, ha... Számítod, hogy kiadtam a Mad Scientist-et. Nightrattler, mert ha Pendlock, akkor is jó, hogyha ezt lebombázza, mert túl kicsi lesz a keze ahhoz, hogy negyedik körben Giant-öket rökjön ki. Ha nem Handlock, akkor ez a lehető legjobb. Ha nincs nála galgomb, akkor is ez a lehető legjobb. És most az izgalmas kérdés az, hogy Mad Scientist vagy Haunted Creature, és erre a válasz az, hogy szinte biztos, hogy a Mad Scientist a jobb megoldás. Ha mellélő és leüti a Mad Scientist-et, akkor megmarad a késelgetés. Ha mellélő és leüti a Nightshazert, akkor mindegy. És ha leüti a Nightshazert, akkor fegyelt is eltalálkoztat, mindegy ide bele, ha. Eaglehornból kicsit korai még, tehát most kirakhatunk egy halom cuccot még, ha lefér. Egyébként csak bennek az Eaglehornból ugye. Lehetnénk Hellfire-ozni, az egyre nem is lenne bulé neki, tehát nem lenne 20-ra, kint lenne egy Explosive Trap 18, kirakom ezt 16, 11, és ne feledjük, most nem tud Mountain Giant-ozni. Eldobott egy tauntolólapot, ami szintén hasznos. Leroynak nem vagyok híve, azt tudom, hogy ugye egy később listában már szerepel, de azzal az a baj, hogy tényleg nem tudod másra használni, mint egy kihírásra, és egyébként drágább. Másrészt meg az... Ez talán jobb is most, mint a Steady Shot, illetve nettós edzőt nem biztos, hogy jobb. Mert ott marad utána a két edáot. Tehát azt tényleg nem tudod másra használni, hogy kinyírd az ellenfeled. De egy Arcane Golemet, egy Wolf Rider-t, ha nagyon-nagyon-nagyon muszáj, és néha előfordul, akkor fel tudod használni arra, hogy board clear-elj, még Leroy-t nem. Meg túl drága, igazából. Mad Scientist-et toltam egy Hero Power-t,
Komolyan nem sztelisotoltam abban a körben? Az biztos, azt konkrétan mennék visszanézni, hogyha tudnám most. Nem sztelisotoltam, mert akkor ez csak egy nettó hatalmas hülyeség a részem. Mennyi időt jutottam fel Legendbe elsőre? Tehát, hogy más hónapban, mikor jutottam fel elsőre Legendbe? Jó, örülök, hogy tök sokan néznek. Eltartott egy jó darabig. Próbálkoztam mindig ilyen control paklikkel, amit ez nem volt meg az összes lapon, tehát mint free to play játékos mostanra, tudom így. Hajrá, hogy megnyithatóan az összeséle, szinte az összeséle paklit játszani. Úgyhogy azzal eléggé lábon lőttem magam nagyon sok helyen, fel tudja kancolni. Azt hiszem jön egy Defender Valgus, és az kicsit szak. Wow, semmi. Oké, jól kell menni. Szóval, amit mi most csinálhatunk, az az, hogy 4-6-9-et sebzünk rajta, lenyomjuk 6-ra, van nálunk egy skill command, így ilyen 30 életerőn vagyunk, van egy explosive trapping, és ha esetleg elő is látanánk egy Kazan Mystic-et, ami Headlockból nem nézek ki, de megnézzük és játszik már Kazan Mystic-et, ami undorító. Volt Handlock meta, csak Max Remesz alatt. Azért volt akkor nagyon sok Handlock. Meg Handlock jó volt Miracle Rogue ellen annak idején, úgyhogy akkor sokan játszottak. Pár iterációval ezelőtt jó volt Zoo ellen, Zoo most ugye nincs, meg jó volt Miracle Rogue ellen, Miracle Rogue sincs. Cserébe van egy csomó patlija, viszont baromi jó Handlock ellen, úgyhogy most Handlocknak lenni elég szar. De egyébként volt időszak, amikor nem sokan játszottak. Ő mindesetre most nagyjából halott. Először rá egy NPC robotot fel majd 14-re, 12, 10, 5. Tehát, hogy... Shadowfall? De akkor nem rak ki semmit, és akkor még így is meghal, mert idő hangból kisztok, nem? Idő hangból. Egy bátor próbálkozás a részéről, de sajnálatos módon nem elegem volt. Rogue-gal nem játszottam olyan sokat, de Handlock ellen én általában sikeresen összerakok egy elég nagy tört ahhoz, hogy Blade Flurry-vel kinyírjam az óriásait is, ha kell. De lehet az csak egy ilyen kellemes ritkaság volt. De tényleg azzal nem játszottam olyan sokat. Alapvetően azt szoktam csinálni, hogy mit tudom én, 3-as, 2-es szintig elpaladinozgatok szépen lassan, aztán előkapok egy Hunter-t, aztán visszaváltok paladinra, vagy van más control paklira, de most Hunter-özgetek, mivel akármennyire szeretek paladinozni, annyi róg van, mint a rossz és nem igazán lehet, bár ma pont, hogy nincs egyébként, tehát ha megnézem azokat, amikkel ma játszottam eddig, játszottunk, ma délután találkoztam két Druiddal, négy Mage-el, négy Rogue, azért volt négy Rogue, jó, tehát hogy a, nagyjából a negyede azoknak, akikkel játszom Rogue, visszabontam az előző állításomat, na és ezért nem játszom Paladin, mert a Paladinok sajnálatos módon megdöglenek Rogue ellen, és az engem rendkívül elszomorít, meg ez is rendkívül elszomorít, kitegyem a második Nightfall-ot, valószínűleg ne. Dupla fegyver, ez nem az igazi. Szóval, kirakom a Haunted Creeper-t, az kint marad, és az jó. Itt kirakni a harmadik körben, ami úgy fájna. Ha Acolyte of Pain, meg ilyesmiért leütöm az Eagle Hangóval. Tehát abból a Nightjogger-ből valami minimális value-szerűséget szeretnék. Ezzel jutottam, ezzel simán felejtünk a Legend, de én egy másik Hunter-re jutottam, de simán felejtünk, persze. Konkrétan, aki Six Over-ra használta, hogy ő az első, aki feljut Legendbe, és iszonyat gyorsan feljutott. Dagolja arra! Valahol érthető. De utána nem üti le. Érdekes. Na, ami most gondolkodni kell, az az, hogy ugye most bármit csinálok, elhasználom az összes manámat, ami rendben van, de a negyedik körömet kell kitalálni. Tehát a negyedik körömben fontos lenne, hogy ne pazaroljak el manát. Tehát az egyik lehetőség az, hogy negyedik körben Nightjogger Steady Shot, vagy Arcane Golem Abusive Sergeant.
És lehet azt fogom csinálni, mert rengeteg ilyen Eagle Horn diszbaszom, hogy Eagle Horn leütöm a bagyot, egyet hozzávágok, ami nem sok, de talán rákényszerít, hogy elhasználja ezt, és miután elhasználja ezt remélhetőleg, Arcane Golem Abusive, és akkor talán bele kell, hogy üsse. Ez egy kicsit túl sok ebben a feltételes mód az égézlésemnek. Megtehetném ezt is, hogy Knife Juggler Abusive, egyrészt ha ezt nem találja, az nagyon szar, másrészt, hogy mondom, a negyedik körömben a szomorúság van. Most nem rakom ki az Arcane Golemet, mert vagy megírja a bagolja, vagy lecsapja ezzel. Tény, hogy akkor is csapat nyolta, de azért szeretném ennek a lehetőséget javítani. De talán jobb lenne ezt csak így kitenni. De lerak egy Clutch Belcher-t, akkor kávé lesztek. Jobb, ha kint van a fegyverem. A tanulság az, hogy tudok én relatív analitikus lenni, amikor ezt a játékot jártam, csak általában nem veszem a fáradtságot, és bár venném gyakrabban. Van valami verseny. Nem tudok menni egyszerűen, mert négykor fel kell állnom, és el kell mennem egy portáért. Sajnálatos módon. Plusz még közben nekem tördelési feladataim is vannak az egyetemi újsággal, úgyhogy... Na igen, szóval, hogy... Jusson erre, hát ez bármik, hogy van. Animal Companion talán még jobb is, mint az Arcane Golem, de ha nem charge, akkor nem fogom tudni ezt érdemben használni, tehát Arcane Golem Abusive, és a következő követ Animal Companion Ping. A fegyveremet pedig el fogom használni, mert van nálam egy másik, és nincs kint csapban. Egyik évtől, hogy nem használt meg az összes manáját, tehát nem volt nálam valami, ami kettőbe kerül. És ha lett volna nálam mondjuk egy Sludge Belcher, valószínűleg egyszerűen azt teszi ki. Még annyira nem is valamit semmit le. Mad Scientist leütön ezt. Egyre nem hülyeség, igazából bármilyen 2-3 kombinációt rakok ki a következő körben, nem fogok tudni jelen állás szint elhasználni a manámat normálisan, ami nem gond. Vagy hát gond, de hogy ezzel tisztában vagyok már most. Hát lecsapom, kirakom a Mad Scientistet, akkor van rá esansz, hogy az Explosive Trap-tel ezt hasznosíthatóbbá tudom tenni majd. Cserébe viszont nem vágom pofán ebben a körben, ami kellemetlen, és ha kirak egy Baron Geddon-t, akkor így is úgy is szívem, azt hiszem. Viszont lehet, hogy nem is kell leütnöm ezt a bomblabört, mert a bomblabör megölje a Mad Scientistet, és mondjuk halálok a mellettől. Ez is egy lehetőség, és az plusz 3 a fejére. És lehet, hogy a plusz 3 a fejére ad nekem még kettőt. Felvettőt nem lehetne a fejére. Ez jó sok pofázás volt egyszer. Szóval eddig minden a tervek szerint alakul. Ez már egy kicsit darabig. De hát most nem akarom leütni, mert szeretném erre a plusz egy használat lehetőséget. És nem tudok olyan szenáriót elképzelni, hogy most nekik jó, tehát kipakolhatom most ezt a sok szart. Az egyetlen, ami igazából jó lenne, hogy egy Huffert kapok, és a Night Juggler valamelyik késő eltalálja a Sludge Belcher-t. Ellenkező esetekben mi van? Igazából akkor is az, hogy mind a kettőt bele kell ütnie. Ez egyben nem fér be, hogy lepasszoljam ezt a kört, de az is fontos lenne, hogy legalább lepingeljem, ha más nem csinálok. Azt hiszem, hogy a kör csak annyi lesz, hogy Steady Shot. Én meg nem fog támadni, mert nem teheti meg. De én meg beúszhatok egy Unleashed, vagy valami más, ami valahogy használható lesz. Szóval most egy ilyen viapat helyzet van, én nem akarom elhasználni a fegyveremet, mert szeretném, hogy többet tudjam használni, vagy nem akarja aktiválni ezt a csapdát. Minél tovább húzzuk az időt, annál szarabb nekem, meg ilyeneket is csinálhat, de... Ha nem veszti el a türelmét, akkor neki most nagyon jó. Én meg abban bízom, hogy tűzött valami, ami segít. És akkor most nem, ahhoz, hogy előtte kellett volna rávalni. Most már csak azt szeretném, hogy leissük azt. Talán jobb lenne, ha popára mennék egyszerűen. De ez az 1-3 az elég fontos most nekem. Már elég szar helyzetben voltok, mert tőlem ennyit számít, hogy egy-egy helyzetig. Tehetettük a pajzsot. Ez mások.
Ez legalább sebez a halálán, tehát hogy nem akkor a katasztrófa elbukjuk. Szóval, hogy ennyit számít, hogy én nem húztam be semmit, és hogy neki sunyi ennyivel többet hírt volna az életéről. Lehet, mert az előző körben be kellett volna szállom, de húzhattam volna Pagiot, húzhattam volna Unleashed, húzhattam volna Wolfriders, amíg Abusive-el működött volna, stb. Stb. Beletekenem az Abusive-ot, nem? Nem lehet kiloldozott a titkot. Azt miért? Valami sűnyiságot érzek, Harry St. John's. Neki se örülök. Ugye, nagy és ronda. Hát konkrétan csak a Scarpartért adtam ki, mert nincs más, de innentől kezdve aztán minden nem igazán van visszajutni. Ez 31 nap 31 eddig, a YouTube megette a videókat, úgyhogy hétfőtől lesznek újra. És onnantól remélhetőleg már megy rendesen. Bengeren a végén, oké, és ha kap visszagélet, az igazából mindegy. Ami nem mindegy, az azt jelenti, hogy indulít egy 8-8-as, és meghalok a következő körben. Ha csak ez nem egy teasing. Az. És ez hirtelen érdekes lehetőségeket ad nekünk. Nem hiszem, hogy nyerünk, de a top nekünkkel együtt. Hirtelen vannak olyan lapok, vagy van egy-két olyan helyzet, amivel innen nyerni tudunk. Ne feledjük, hogy ez ugye sebez majd rajta kettőt, tehát hiába armorakol, marad hármon. Tehát vannak Wolfriderök, az a minimum, hogy most ne öljön meg minket és ne rakjon ki tankot, tehát hogy vannak problémák. Amink kint van, az meg fog halni Baron Geddon miatt. Tehát hogyha lerak egy Sludge Belchert, akkor is vesztünk. És én nem azt mondom, hogy hú, remek esélyeink vannak, de azt mondjuk van egy ilyen 5-10-15% esély arra, eddig a gondolt nullához képest azért ez elég jó, hogy nyerjünk. Ez az Armor Smith, meg ez a Whirlwind, ez jól lenyomta úgy nullára, tehát ezzel akkor felmegy 9 nulla körülre, azt nem fogom tudni, hogy lehet jön. Az 2 plusz 3, az 9. Ugye 7, 7-et sebző lapom nincs. Vegyük észre, hogy mintha nálam is vannak kikras, hát ezzel pont feltek. Armor Smith nélkül még megértünk is soha, nem? Szoros. Igen, kívül szoros. Szóval így a többedik meccsen tudjátok, hogy ilyen 3-2 vagy egy életre van az ellenfelünk, úgyhogy ilyenkor mindig az, hogy egy kicsit jobban csinálom, amit csinálod, akkor ezek simán gyakorlatilag fordíthatóak. Úgyhogy én az elkövetkezendő pár napot, amikor éppen nem az egyetemben foglalkozom meg ilyenekről, micsoda bohóságok, akkor valószínűleg arra fogom szánni, hogy ezt a hiányzó pár sebzést megtaláljam. Ez a Face Hunter pontosan, mivel szeretném a rógokat megverni vele, ugyanis rühellem a rógokat, és úgy Control Warrior-ral meg nem vagyok jó. Tehát Control Warrior szerintem elég jó helyzetben van, de... ...nek nem vagyok nagy híve. Durva csinálta a szívbe. Vele már játszottam, akkor utána játszottam, kettes szinten volt, úgyhogy ünnepig közeledik. Milyen jó lenne, is közelednék a 150-es szinthez, ahol voltam. Elusive Sergeant kellene nekem. Tehát első körben kirak egy Cogmastert, ezt megölöm. Ha a Coin a MacWarper, akkor arra jó lehet. Meg úgy általában MacWarper ellen, ez azt hiszem elég jó. Úgyhogy azt hiszem én ezt megtartom. És lehet ez konkrétan ugyanaz a funkció igazából, most csak jobb. Nekünk több hasznos tudom, de nem a kettő kézben. Klézukert egy bagolyra lecserélhetnék. Szerintem ez rendben van. Tehát van az a pont, amikor... És, hogy van, amikor a paklikkal, és van, amikor a teremtadás.
És mivel eléggé jól ment ez a pakli tegnap, én azt gondolom, hogy momentán egyszerűen a hiba az én készülékemben van, vagy hát hiba, hát érted, három életereje van, meg kettő, meg egy, amikor nyert. Úgyhogy inkább némi. Némi játékpontosítás és társai sokkal hatékonyabbak, mint a pakli batkerálása. Na szóval ez lefagyaszt és permanensen körül-körre megfagyaszt, akkor nagyon szomorúak vagyunk, tehát ezt valamilyen úton módon meg kell ölnünk. Egyik lehetőség Hunter to Mark Mad Scientist. Vagy meghal a Mad Scientist és az Apple Scepter-ben lesz felrobban, vagy belerohan a Mad Scientist-be. B lehetőség, lecsapom a Greyjoy-val. Hunter to Mark után. Bármit is csinálok, a trackinget mindenképpen elhasználjuk. Animal Companion nagyon jó, úgyhogy azt így nem adnám. Kérdés most csak a fénet, meg akarom előre. Harmadik kör, kirakom egy Spider Tanket, ott nem fogok tudni elbánni, csak előtte elvítjük, hogy a visszük le. Tartsuk meg a testet, az, hogy ebben a körben meg vagyok fagyva, az igazából érdekében. A következő körben van Animal Companion abuse-ing, és jegyezzük meg, hogy a Time Rewinder egy remek felfart. Ja, és ezt nekünk jönni az Intelligent Scientist-kel, ez egy külön bónusz, nem tudom megtalálni. Szóval, ha mit tudom, hogy lesz egy Warfighter-ünk vagy valamik, akkor ezt vissza tudjuk húzni és még többet sebezni, ami elég jó. Clockwork helyett egy Leroyt vagy Charge Murlockot. Nagyjából ugyanaz, amit az előbb mondtam, nem szeretnék nagyon pakirálni a paklival, inkább szeretnék egy icipicit jobban játszani vele. Clockwork azért van benne gondol rá néha, hogy az első kör konzisztensebb legyen, ami fontos. Ez egy nagyfelű Clockwork volt, lehetőségem nyílt ezzel arra, hogy az összes manámat elhasználjam. A következő körben jelenáll lesz, de erre nem lesz lehetőségem. Ötödik kör, Mac Mage. Nincs Mage, az azt, hogy Mac az asztalon. Jó, ez egy kis szóval jelent. Ez egy remek kombó számunkra, ami nem jönnek a mi számunkra, az viszont az, hogy ilyen is nem jutottam rá. Trágaság kapjon egy kis extra sebzést. A Lepernumot kirakom, hogy egyrészt már kint lejjen ebben a körben. Ha leüti az Enoiotronnal, az is jó, mert szabad utat nyit a Wolfridernek. Goblin Blast Mage undorító lenne, bár annyira nem, csak kicsit. Az probléma. Elég sokat tartság. Hú, ha azt te leütöd, akkor te buta vagy. Kivéve, ha nem akarsz támadni, mert akkor okos. Előfordulhat. Na például most lehet, hogy ezt a Time Rewindert mi okosan használjuk. Okos, aki Tomival most. Lehet, hogy most kicsit ilyen passzív módon, vagy kicsit ilyen hülye módon fogjuk csinálni a dolgánkat. Arcane Golem leüti az Enoiotront. Visszahozzuk. Wolfrider leüti a 4-4-est 4-1-re. Olyan másik lehetőség az, hogy belenyomok 7-et a pofájába, feláldozom a fegyveremet. Lemegy 10-re, az Arcane Golem visszajön, az még 6, viszont nincs nem semmi, és top deckelnem kell azt a plusz 6-ot. Hát 4 a következő stel is ottal. És le fogok fagyni, tehát hogy a fegyvereje mindentől kezdve haszontalan. Tehát ha a Snowchugger-t nem ölöm meg, feleslegesen a csapdán ülöm, és az Explosive Tech-re nem ölöm meg. Úgyhogy lehet, hogy ezt konkrétan jobban tettük most. És akkor körönként 6-7. Jó, csináljuk ezt. Ja, és ott a 3-1-es kastot nézünk. 12, 10, 6. Annyira ez nem buli. De még itt van el is. Ezt a lapot nézeget ilyen, mert nincs itt vicces. Ha nálam Rentonidus, akkor ez természetesen elég kellemetlen. Vagy az. De ez egy kellemetlen. Tehát az, de ez idő. Angry Binder ez.
Én lehet ezt time rewindoltam volna, hogy ez meghal az annyira nem nagy baj. Más kérdés, hogy ez így 16, úgyhogy végül is értem neki. Négy meg három meg kettő a tudomány jelenlegi állása szerint. Sajnos csak 9. Ugye megint abban a helyzetben találom magam meg, hogy ellen, mint már oly sokszor, hogy reménykedem, hogy nincs egy sebzése. Ez ugye 16, amivel most szembenéz, és van 17 életerő. Neki van 10 életerő, jelenleg egy 4 meg 3 meg 2 egyelő 9 sebzésem, ami mondta, az előbb mondottam volt, a tudomány jelenlegi állása szerint egyel kevesebb, mint itt. De megcsinálhatom azt, hogy a skill command-rel megölöm ezt, szófán vágom, és akkor megpróbálok topdekelni két sebzést. Próbáljuk meg kimatekozni, amennyire ki tudjuk. Hány alap van, ami ad nekem két instant sebzést? Ez instanton van a hangsúly. Másik skill command, másik arcane golem, másik warfighter, két unleash az 5. Második eagle hornból az annyira nem lesz lényeges, mert nem fog csinálni semmit, arra ne beszéljünk. 5. Második explosive trap az 6. Tehát az ugye relatíve jó, úgyhogy próbáljuk meg csökkenteni annak a sanszát, hogy most meghalunk. Tehát használjuk el a skill command-et nagy búval bánattal, majd rájuk pokán 6-ra, és reménykedjük abban a kettő példán, hogy adai most nem halok meg, ad kettő a következő körben, az előbb felsorolt lapok valamelyikét behúzzuk, vagy nem fagyaszt le, és akkor még többet behúzhatunk, vagy nem öli meg ezt, és akkor az abusive sergeant is segít. Vagy persze csak meghalunk egy tűzgolyóval. Ha ez egy fireball továbbra is meghal. Az a fejem, nem tudjuk, amit csinálsz. Ha azt a 4-2-est életben hagyja, akkor nem jó a sorsunk. Nem, nem hagyja életben. Oké, tehát meg is vagyunk, és ezt meg is ölte, eddig jól csinálta, amit csinál. Szóval van egy ilyen, megint 3 adag keveségünk, hogy nyerjünk, de Knife Juggler. Tracking jó lett volna. Explosive Trap jó lett volna. Animal Companion 3-ból egyszer jó lett volna, Skill Command jó lett volna, meg még 3 van. Meg a két Unleash, meg az Arcane Golem, meg a Warfighter. Hát nyilván ez ilyen... Mondjuk, hogy nagyjából ilyen 40%-on volt arra, hogy ezt megnyerjem, az be kellett, hogy vállaljon ebben a helyzetben. De ismét van Damage of Lethal, jegyezzük meg, úgyhogy valószínűleg megint sem saját magam a hibát kaphatom. Megint kicsit low. Tehát azt gondolnám, hogyha egy kicsit pontosabb vagyok, akkor ugyanúgy, hogy tegnap este jegyzem meg, agyon nyerném maga. Ha bemákolsz egy Animal Companion-t azért az necces. 10 varázsló egyenlő Fire Magic Horse. Ezzel vitatkoznak. Hunter vs. Hunter. Lavina. Azt, hogy lesüllyedtem a négy számjegyű régi jövőt, nem rója. Pedig rógok ellen játszom, úgyhogy jól kéne, hogy legyünk. Mit akarok ebből megtartani? Gravezooka nem rossz, itt Knife Juggler ellen, vagy ilyesmi ellen. Az Arcane Golemet igazából azért nem szerettem, mert nem akarom odaadni neki a plusz egy manát. Lehet, hogy ezt a kettőt megtartom, nyilván fedik egymást költségben, de két nagyon különböző opciót szolgáltatnak két nagyon különböző esetre, és így lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy... Erre jó a Gravezooka. Milyen csapda lehet ez? És hogy akarom ezt most csinálni? Lehet, itt most elég sok lehetőségem van.
Megölöm a Mad Scientist-et, Haunted Creeper és az ott is marad. Ha Leprechaun van nála, akkor feltételezhetjük, hogy az Explosive-nál nem tudjuk biztosan. Biztosra. Szerintem az össze, hogy én ezt aktiválom. És ezzel befejezem a kört. Az azért, mert jól fog jönni később, és az Explosive Shop, akkor nem akarok kiratni többször. Mikrofonja ajándék 90-es évbeli hangzásféle van. Hé, nekem azt mondták, hogy most már jól megcsináltam. Hazudtak nekem? Na most jó lesz az a Grave Zuka. És ha ez egy Snake Trap... Mi van, ha ez Snake Trap? És tényleg jó az a Grave Zuka. Tehát, hogyha az egy Explosive vagy egy Freezing Trap, akkor nincs értelme most Grave Zukázom. Az egy kurva izé trap. Jó, oké, mi most szomorúak vagyunk, mert nem akarjuk aktiválni a végzetet, legalábbis nem ilyen feltételek mellett, mert olyan feltételek mellett, ahol lett Unleash the Hounds. De az még olébb van. Na, az egy másik trap. És most abban a nagyon hülye helyzetben vagyok, hogyha ez explosív nem akarok bele támadni. És mert 10-re kevesebb az életerőm, aztán itt az ideje, hogy elkezdjük nézze be. De azt így mondtad, hogy nem kezd adja vissza. Létszíves gyorsabb animáció. Ezek életben maradnak a tüzkehőt, vagy popára meg, vagy meg az életőnő, vagy popára meg. A másik csak, de nem aktiválódó, tehát az egy jó öreg Finchy Explosive Trap. És mit ilyen elszomorító. Nekem is van olyan. Ezt pedig muszáj lesz a mondom, soha semmit nem fogok tudni kitenni. Hoppa hangja a Snake Trap-tel. De egyébként most, hogy belegondolok, ez elég érdekes. Jó, tehát megint azon kell elgondolkodnunk, hogy milyen különleges körülmények közt tudunk mi most nyerni. 4, 8, 10, levisszük 11-re. Ez kap egy Cloakfield-et. 7, 5. Top deck. Skill command. Top deck így a honbó. És ő nem tud hármat sebezni. Vagy felteszem másképp a kérdést, van-e bármi győzelmi esélyem, ha én ezt most megölöm? És aztán erre a válasz az, hogy abszolút nincs. Tehát én most megölöm, ha pofán vágom, akkor az felesleges. Ha megölöm Arcane Golemmel, az halál. Ha unleash the skill ezem, és nem csinálok semmit, az is katasztrófa. Szóval egy túl, mint fel, szerintem nekem egy esélyem van most a győzelemre. És pedig... És pedig azt, hogy nem számolom el, hogy nem tudok fel is azokatnál, mert tovább sokat segítene. Tehát ha most meghalok, meghalok, kész ez van. Öt hét. Ha ez nem vág, popám végig. De popám vág. Jó. Oké. Tehát, hogy ez így szomorú. Volt nálam még egy kis, akkor végül is mindegy, mert ugye, ha nem öl meg,
a késekkel, akkor mindenek letakarít kell. Bár lett van egy Unleash-em. Bijemelni próbált, csak nem csináltad, jó? Ez ugye elég. 5 millió, meg 4, 9... Ha. Jó. Én nem én vagyok a hülye, és meg tudod volna jönni. Hosszas gondolkodás és némi filozófia után rájöttem, mi a baj. Pakliban nincs benne rekompubu meg tojá. Igen, a tojás paklit update-elnem kéne, csak mivel megölték a... az Undertaker-t, valami mást kéne kitalálnom. Tehát egy lassabb Hunter pakli kéne. Még gondolkodom az ügyön. Valamikor majd itt a térek az ötlethez. De ezt akkor most aztán betudhatjuk ellenfelünk feladatásának. I must protect the one. Let the hunt begin. Druida, druida ellen aránylag jók vagyunk. És ez egy elég jó kezdőkész, de lehet, hogy nincs is szükség ennyi kettőbe kerülő lapra, de szerintem jó lesz ez. Ha másért nem azért, mert azt te is oktal meg tudjuk támogatni az egész procedúrát. Azt nem tudom, hogy ki akarom dobni a Nightogger-t, nincsen gombia, megszerint. Ki akarom dobni a Nightogger-t, mégpedig azért, mert hogyha befelé, az azt jelenti, hogy nem vált golfa. És az nekem jó. A következő körben tudok Hunted Keeper-ezni, aztán Glaive-zük a Abusive-val bepótolni az elvesztett sebzés egy részét. Ha nem tudja megölni, akkor meg természetesen egy. Oké, tehát én most bevállalhatok egy 50-50-t, ami ha bejön kurva jó, de ha nem jön be, akkor ezt elveszítem. És én ezt nem szeretném elveszíteni. Úgyhogy csináljuk. Ez valami nagyon furaság, hogy van benne Blood Mage Felnert. Már most csodálkozom. Ez ez a Inner Vate-tel Gadget Sennel behúzom az összes spellt és lekombózlak típusú druidakkal lenni? Mert ha igen, akkor ez rendkívül izgalmas. Wow! Valami ilyesmi, azt hiszem, igen. Figyelmes. Ellenfél tudott valami, de nem tudott, inkább kirögte a bagyot. Hát igen. És oda fél csatár, azzal vitatkozni. Miért nem maradta? Viszont... ennyire félünk a Snipe-tól. Snipe így is úgy is szar, de akkor majd egy 4-2-ese, ami felrobbant egy 2-2-ese. Az, hogy egy 2-2-es ne legyen az asztalon, az nem ér meg 4 elvesztegetett sebzést, még akkor sem, ha nálam a Snipe. Sosem. Most robban egyet és lemegy 14-re. Van már 9-re. Ezt még mindig meg kell dolnia. Eaglehornból. Jobb-e az Eaglehornból, mint a Wolfrider ebben az esetben? Számít-e egyáltalán? Persze számít. Ostoba a kérdés. A következő körben még többet tudok szerezni. Kutatságot költöztem. Szóval 11-9... előre látható dolog a következő körben lemegy 2-re. Aztán rá kell jött közöntő körben, hogy ebből felmegy 3. Na, annak nem örülünk, de hát ez van. Ezzel tény, hogy kibasszunk magunkkal, ha behúzzuk az Unleash-t. Mi van, ha behúzzuk az Unleash-t? És mondjuk kirak egy gondoljuk a legrosszabbra, Ancient of War. És megölj ezt a kis szart. Az is helyett Skillcam nevű gondolok természetesen. Tehát az lenne a dolog lényeg, hogy kirakom a Hunted Creeper-t, hogy a rákövetkezendő körben
reversing switches marhaságokkal meg tudjam ölni azt a 4-6-ost és áttörhessek. De most kirak egy izét, lemegy egy hétre, lemegy egy izére. Kirak egy olyat, kirak egy 5-10-es tauntot, 7, akkor meg tudom ölni egyébként. Ha gyógyít magán, az Ancient of Dora, de egy szó, mint szednék, ha be is húzom a skill command-et, ez valószínűleg megéri nekem. Egyszerűen azért, mert ad nekem egy lehetőséget arra, hogy ennek megfordítsam az életrejét és leüssem, utat nyitva a Wolfridernek vagy a fegyveremnek, ahogy éppen kedvem tartja. I must safeguard him. Az elterítő a hefztánára. De jó lépés, teszem magam. Innervate swipe a pofámra ezek után, swipe nem swipe. És miért azt köli meg, nem a kettőt sebző miatt, az támad a rejték. Na a lényeg az, hogy amit én akartam az évül is működik. Reversing switch. Minek van nagyobb valószínűsége? Annak, hát annak, hogy beúzom a másik explosive trapet és abból kapok még egyet, az 1 a 18 az arra ne jár. Ez már csak azért is jön, mert ezt a 3-1-es testet valahogy el kell távolítania. Értelemszerűen nem shapeshift-el, mert akkor meghal, tehát ezzel kell, hogy megölje. Shapeshift-el, ha mondjuk felnyomja magát 7-re a izékével. Akkor is van egy fogi. Nem már, hogy top decation of lore, mert akkor nagyon szomorú, hogy a top decation of lore, miért vagy ilyen a borító. Top deck kiutam egy, gyerünk, ennyi jár nekem. Top deck unleash the hound. Az nem valami sok, de viszont kiteszem, hogy az unleash the hound, ugye a hound az beast, és neki ezzel most kezdem fel valamit. Nem nagy, de ijesztő. Vagy meghalok, az is egy lehetőség. Jó. Top deck Ancient of Lore. Ez zavarhat egy kicsit, hogy top deckelt az Ancient of Lore? Szabad nekem ilyet, hogy az zavar, hogy top deckelt az Ancient of Lore? Ér, hogy ez zavar? Mert ez tényleg zavar. Az én nagyon jó kezdőkész. Az első három körünk azt hiszem elég egyértelmű lesz, majd utána el kell kezdeni gondolkodni. Még zúkázik, akkor ugye marad 2-1-1-es és letakarít minden, de lesz egy explosive csapünk. Meg ha steady shot-ol, akkor meg pláne szomorú a helyzete, de az azt jelenti, hogy nem volt mini anyja. Semmi nyonja. Na most azon filozofálok, hogy én kirakom az Eagle Hornbolt annak érdekében, hogy a csapdát majd tudjuk aktiválni, de akkor nem lesz semmim, amire el tudnám használni az Abusive Sergeant-ot. Ugye lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy Abusive Sergeant Steady Shot. Arra appellálva, hogy nem fogja tudni megölni ezt a szarságot és aktiválni a csapdát, illetve ha tudja, akkor az végül is annyira nem rossz nekem. Úgyhogy ki tudom én tenni a következő körben Eagle Hornból. De a negyedik körben szinte biztos, hogy nem fogom tudni normálisan elhasználni a manámat, így se, úgy se. Talán még mindig ez a legpraktikusabb. De lehet, hogy tévedek. Igen, ez elég elszabadító, mert így úgy csinálja azt, amit én tartottam, hogy aktiválja a csapdát. Más kérdés, hogy nincsen semmilyen 8 életerő előnyöm van, amit tovább fogok növelni, ezt most elpazaroljuk, de... 4-et sebzünk ebben a körben 3 helyet.
Hogy a következő körben mit csinálok, azt még nem tudom, mert a minionjaim azok úgy látszik szabadságra mentek. Kirak egy Mad Scientist-et és egy csapdát. Érdekes. Van többféle csapdája? De ennek máshogy nincs értelme, vagy hatalmas kétségbeesés, tehát akkor is inkább pingelnél. De az egyik lehetőség az, hogy én ezt fogom és leütöm. És akkor kihúz egy második csapdát. Tehát ha ez egy snake, tehát most tekintsünk el a többlől föl, jó? Tehát van kétféle csapda a pakliában. Ez a lassabb fajta hunternek tűnik eddig számomra, tehát akkor gondolnám, hogy freezing és snake. Tehát ha ezt leütném, akkor kijönne egy snake vagy egy freezing. Ezt kirakom és megöli, ugyanúgy kint lesz a snake és a freezing. Ha már most kint van a snake, akkor ezt leütni rossz ötlet. Nem fogok támadni helyette, azt hiszem ez ennek a mondani valónak, ennek a kulcs mondani valója. Illetve az, hogyha ő ezt valamilyen oknál fogva életben hagyná, természetesen explosive az egész diskurzus. Hát nem explosive, de pafán ütötte. Szóval... Ha, nincs nála csapda. Izgalmas, szóval versenybe kezdő minionok nélkül és kiemelésterőnyedőnyebb van. Tetszenek a lehetőségek, és akkor ezt a városra tudjuk milyen csapda, de az biztos, hogy mi ezt akkor most kirakjuk. Tehát az is biztos, hogy erre rádobjuk a Whirling Blades-t. Biztos, hogy rádobjuk el a Whirling Blades-t? Igen, mert van ugye 7 sebzésünk, úgyhogy ha mit ad Isten, behúznák valami Charge Minion-t, nem kell majd annak kicsit lennie, plusz sebzéssel rendelkezőnek lennie, és ha ő valamiért úgy érezné majd, hogy ezt el kell távolítania, akkor sebződjön csak egyel többet. És ha kirak valami Tauntot, akkor meg Hunter's Mark és remélhetőleg kés. Tehát ez továbbra is lehet Snake vagy Freezing. Vagy Misdirection, ki tudja, de valahogy kétlem. Fenyegessem és feladja, jó. Nézzük, igazad lesz-e. Ha nincs igazad, haragudni fogok. Hát még feladhatja, addig lőjük ki egy rakettát. Ipupipupipupup. Oh. Ön most. Jeló Rumble nem gondolok pedig. Című műsorunk legújabb részét látták, hogy miért nem raktam ki a Lepernomot előbb? Volt. Ezen kellett volna kezdenem, mert most meghalt volna. Igen, ez kitás dobsem. Nem is gondoltam arra, hogy hirtelen meg tudom most ölni. Igen, kést kellett volna előbb kitenni. Ha most meghalok valamilyen őrült úton, módon, akkor ezt teljesen megérdemlem. De azt hiszem azért még egy Hunter-től is durva lenne, ha 12-t tudna sebezni 7 manáról. Ez butaság volt. Szelavi! Mi is jók leszünk. Hunternek Tree of Life-ja, ami 7-be kéne. Inördvét Tree of Life-olnia kéne, hogyha hosszabb távon szeretne győzedelmeskedni. Ha rövid távon, akkor még itt és most meg kell, hogy olyan. De mondom, tehát ezt már megnyerhettem volna, úgyhogy rengeteg az ilyen pici apróság, és ez valahol tök jó. Hogy láthatod, hogy sok kis apróságot elbaszol, és hogyha neked így kiiktatod, akkor viszont hát láthatjátok, hogy amiket elvesztek, azok is milyen elképesztően szorosak. Úgyhogy...
A potenciál hatalmas. Na, megint van. Clockwork Gnome-ot megtartjuk. Arcane Golem-et eldobjuk, mert ugyanúgy bekönt az Animal Companion-os, azt inkább kiraknánk, mert nem ad neki plusz manát. Kill Command korai, és szerintem szeretnék egy kettőbe kerülő lapot amúgy is. Ezek nem kettőbe kerülő lapok, de ezzel lehet dolgozni. Clockwork Gnome második Companion, harmadik kör izéke. Vagy kibaszom a Knife Chuck-ot, hogy intelligensen fogalmazzak. Nem csinált semmit az első körben. Miket csinált a második körben? Mad Scientist, Haunted Creeper, egymanás fasságok. Nagyon menőek hangzik, kirakom azt a Knife Juggler-t, de jól fog jönni az az érme később, azt hiszem. Próbálom győzködni meg az ellenkezőről, de nem tudom. Nagyon szerettem volna meggyőzni magam, higgyétek el. És a Lave Zuka, az jó, mert ez egy sebzés, és ugye ugyanúgy gondolom sem kell az egy explosive refreadásra, a fegyverrel fogjuk tudni aktiválni, ami extra jó. Ha most kirak egy Iron Forge Rifle-ment, akkor nevetni fogok. De nem fog, mert egyes szinten játszik. Hadd kör, de nincsen Iron Forge Rifle-ment a patriában. Ha explosive, akkor ezt személyesen aktiválom, ha nem explosive, akkor majd gondolkodom. Nem explosive, jó. Miért a malacka? Én ezt a malackát konkrétan így hagyom. Mivel ez nem egy explosive trap. De ha freezing, akkor... Mit rakhat ki a negyedik körben? Semmi halálosan ijesztőt, de azt szeretném, hogy elhasználja ezt a fegyvert a malackára. És ha freezing, akkor inkább freezingedjük a Wolfriders, mert ez többet is sebez. De igazából itt az ultima ráció az, hogy a fegyverével baszakodjon. Meg hogyha kirak valamit, tudjuk trélni. Nem csinál semmit. Leüti a malackát. Csodálatos. Jó. Oké, okay, szóval, ha ez egy freezing trap, azt tudni fogjuk nagyon hamar. Az, és mint látható, elég jó döntés volt a részétől nem támadni a malackába, csak megértem, mert tökéletesen alakultak a dolgok, rá volt kényszerülve, hogy leüsse. Tehát a végeredmény ugyanaz, a malack, a végeredmény ugyanaz, csak nincs fegyvere. És ez egy hatalmas különbség. Ez meg fog enni egy Silence-t. Gondolnám, hogy le kell, hogy is ezt a... ezt a Knife Jugglert. Vagy Omnishell, és megöl minden. De semmi, semmi megoldhatatlan, de nem fogalmaznak. Tehát ha 8 sebzésre nézek szemembe, az nem olyan nagy nyomás. 4-7 és a következő körben lepingeik, ha más nem. Oké. Okay. Dehogy 4-7, buta vagyok. De akkor is az a megoldásunk most. Vagy akkor szükséged, jó, meg arra is, hogy meg egy tankja, vagy hogy más finomság történjen. De ugye a Houndmasterezni most nem, tehát vagy olcsó szart Houndmasterezik, vagy másik Sludge Felcher. Vagy kap egy macit, de szerencsére nem kapott macit. Bár még lehet Houndmaster, és akkor nem rúlok, hogy... Vagy egy explosive trap-ja, ami megölje a Wolfrider-t, nem? Most neki jó.
Ez a mérkőzés csak és kizárólag azon múlott, hogy rákényszerítettük, hogy belenyomja a fegyverét a malackánkba, különben vesztettünk volna. Amit számított a malacka. És a malackával kapcsolatos döntéshozatal. Érdekel az idei Oscar. Csak ilyen harmad szemmel szoktam figyelni az Oscar díjátadókat, és ez most is így lesz. Miről nagyon nem foglalkozom vele. Aktakeresőt nem akarok streamelni. Sajnos már előfordul, nem fogtak a telepet ugyanaz az ember? Igen, úgyhogy ugyanaz a telepet. Én felveszek embereket, akik biztos rage-elni akarnak ellenem, csak aztán mire felveszem őket, mert nem lesz rage-elni korábbolnak, addigra már elbulik a rage-elésüket. Ami nagyon vicces. Ez egy elég jó kezdőkész, dupla animal company. Tehát valószínűleg ez az a Senex Hunter-ön velé játszottam korábban. Az Exorcistnek annyira nem örülünk, jobb lenne, nem a kezünkbe lenne, hanem egy Mad Scientist lenne a kezünkbe. Tehát ha egy Mad Scientist a kezedben, mert kezedben van az Exorcistnek is, ezért olyan döbbenetesen jó az volt. Eagle Hondo, na az már elviselhetőbbé teszi ezt a kis duót. Mindenesetre ezután jön az állatka, aztán van szegy érme Explosive Eagle Horn. Amivel csak az a baj, hogy a nekijáró rendszeres steady shot adagját nem kezdjük el megadni neki időben. De elég nagy a sonda dolgokat rakunk ki. Ó, de sokan néztek, örülök. Let's play Pussy Hands. Volt Let's Play Microsoft Excel. Nap 31 játékkal mindössze annyi van, hogy izé. Pontosabban megfogalmazva annyi van vele, hogy a YouTube nem rakta ki a videókat, pedig bekészítettem őket, úgyhogy most, ha ezt a hétvégén le tudom, akkor helyreállítom ezt a dolgot, és jövő hétvégén. Rendesen. Az egy freezing trap, úgyhogy szerintem ez a jó megoldás. Mivel jelenállás szerint nincs kint semmi, amivel meg tudná ölni ezt a Ryokkot, ezek a pókok is fenyegető. De hát ez egy freezing trap. Ez a legfontosabb, ha ez egy snake, vagy valami más, igen. Akkor erről jobb időben tudni, ugyanis akkor neki mit csinál ezt, és ő elmehet az anyjába. Nagyjából ez volt a terv, következő körben Animal Companion Steady Shot, vagy szükség esetén Arcane Golem Steady Shot, de az előbbi jobban tetszik, mert az nem ad neki plusz manát. Most miért nincs a tegnap és a mai stream YouTube-on, mert baromi sokan néztek Twitch-en. És akkor mi? Jótokban. Valószínűleg akkor egy freezing, egy snake van nála. Kettőnél több csapdát beépíteni ebbe a pakliba, azt hiszem elég nagy kihívás. Úgyhogy ez valószínűleg a... Ez meg a lap, aminek nem örülök. És aminek viszont nagyon-nagyon-nagyon örülnék, az egy beast. Ha van nála egy flare, vagy egy kezon misztik, akkor én elszomorodok. Nem értem, mit sajnálkozik. Hát még azt sajnálkozza, hogy a kill command nem a fejére ment, de az engem annyira azt kell mondjam, hogy nem. És ne félj, elhasználta a fegyverét, úgyhogy nem kap ebből egy extra, extra durability-t, ami egész jó. Igen, most nincs Nightbotom, majd lesz saját. Igen, van egy eléggé... Hát te is 3,5-4 éves már itt a csatornám. Illetve van egy remek fórumunk. Ott lehet engem anyázni, hogy mekkora scumbag vagyok, hogy hangkörödök.
Kár, hogy nincsen napja, Antonik, hogy minden bűsnek a plusz egyet. Icy vagy sütéte. Oké, na szóval most következik az a játék, amikor mi ezt a csapdát aktiváljuk. És akkor következő körben valószínűleg az lesz a műsorszám, hogy Arcane Golem Abusive Time Rewinder. Próbálok rá, hogy ezt miért adtad be nekem most előtt, John? King Crush? Muszáj? Érdekes. Oké, tehát ezt az Arcane Golemet nekem sajnálatos módon el kell engednem. Te olyan... Áú, te hetet fog sebezni belém, és ez nekem nem tetszik. Fúj! Ez egy kaplusz egy manakvistájt az ilyen a ponton már érdektelem. Az a baj, Kill Command-el nem nyerünk. Tehát, hogy van 5 sebzésünk, úgyhogy egy charge-os még. Már ha nem halunk, most meg jön se lehetőség, mi a kraki fiúgát. Kill Command-ek, dupla Wolf Rider, másik Arcane Golem az 5. Glaive Duca nem csinál semmit, Explosive Trap segítene. Nem, az nem segítene semmit. Balat. Oké. Akkor most fancy dolgokat kell csinálnunk sajnálatos módon, mégpedig azt, hogy ezt lelőjük. És reméljük, hogy valami olyan vicceset kapunk, amivel nem veszítünk. Mert ez... Őt a tudomány jelenlegi állása szerint sajnos nem tűnik. Doomsayer milyen volt. Hát egy ilyen 1-50-hez esélyünk volt, hogy most nem veszítünk. Már miután nem húztuk be a lapot, amit keresünk, jegyzem meg. Tehát az volt egy ilyen 1-3-hoz kell vélem. Ez kihatározhatózott, amit csinálunk. Voltak, mint látható, olyan minimális egyéb esélyeink, hogy a késekkel bombán vágjunk. Egy világos nagyobb knife jobb sajnos nincsen csarja. Oly közel és mégis oly távol. A diadaltól. Miért van nála izé? Fugem. Működött? De miért van nála Fugem, mit tudom én, egy Leroy Jenkins helyett? Tényleg Tplayt írtam Let's Play helyett? Azért elveti a profilképe, mert Let's Play. De értem a kérdést. Jó, a trekkinget eldobjuk. Szóval ezt valószínűleg csináltam már ebben. De egy relatíve jó helyzetekben manőverezem magam. Tehát a pókerhez képest azért az egy elég jó állapot, hogy amikor még agyonveszted magad, ne értsd, hogy veszik ezt egy meccset, akkor is 1-3-hoz esélyed a 3-hoz nyerni. Na, akarom én ezt Hunter's Mark-ozni. Priestnek nincsenek bazi nagy tankjai. A Sludge Belcher-re van Silence-el. Máshogy meg ezt nem fogom tudni megölni most, tehát. Do you like to play?
érdekes választás. De hát ha nekem ilyen kényszeres hülyeséget kellett csinálnom a Hunter's Mark-a, vagy kényszerű hülyeséget, hogy pontosabban fogalmazok, valahol érthető neki is. Nehéz megoldások közül kellett választani a Romance-tárban. Ez egy izgalmas és fontos 50-50. Megtehetném, hogy Haunted Reaper-e izé. De egyként marad egy Haunted Reaper, ha kell. És a potenciális nyereség akkora. Nem most kezdve, akkor rátolja a plusz kettőt. A plusz kettő az egy létező probléma van. Nagy felcsön. Az Isten is elvinnek teremtett a Fire Beagle. Igazából a King Golemet? Nem. De ez azért sem meg szeretnénk a manánkat. Tíz, 12, 15, 17. De Priestről beszélünk. Igen, ilyen kb. 1 az 50, azt hiszem 51 vagy 52 féle 2-drop van, úgyhogy igen, az 1,12% azt hiszem kicsit kevesebb, mint amit én mondtam volna a södör esélyeire, de nagyjából stimmel. Animal Company. Malacka. Na és akkor most jön nagyon izgalmas kérdés, hogy akarunk-e Arcane Golemezni. Ez ilyen is 7-11. 14 sebzés. Akarok ennyire all-in menni? Nem, nem hiszem, hogy akarok ennyire all-in menni, meg nincs rá okom. Tehát ez a része egyszerű. 9, visszagyógyítja. 9, tegy fejbe a all-in óvája. Tehát mindig tételezzük fel a legrosszabban. Levisszük 9-re, all-in óvá visszanyomja a 11-re, én elvesztek mindent. Minusz 5 az 6, és nincs semmi. Nem? A steady shot az extra sebzés, ez meg nem, bármikor be tudom vinni ezt a... Erre a körre adott steady shotot. Nem tudom, semmire. Az pláne kurva kell, basszus. A fele itt van annak, amit keresek. Sajnos elhasználtam a bagjomat. Ha nincs nála Holy Fire, akkor technikailag össze tudunk rakni egy olyan szituációt, amikor Skill Commander nyerünk. Ennek a kinyírása az egy lehetetlen küldetés. Ezzel nem fogok tudni mit csinálni a játék hátralévő részében, mert a Hunter's Markot és a bagyot is elhasználtam. Úgyhogy nagyjából az egyetlen opcióm, hogy én leszkill-kövendelem a fejét. Meg tudnám ezt ölni, ha mindent hozzávágnék, de az utaság. De igen, ez eléggé nehéz helyzetben. Unleash the skill. Unleash the skill jó lesz nekem ehhez. Tehát akkor... az a baj, akkor 11 mana kell ahhoz, hogy megöljem, úgyhogy nem, ez nem lesz jó nekem ehhez. Ne felejtsd, hogy van nekem egy Exorcist lettem. Ha csak nem használ Kazon Mystic-et, vannak lehetőségek. Nyilván magát fogja gyógyítani, nem a Sludge Vulture-t, ugye? I have no time for games. Oké. Még egy Anni is. Időhúzó Anni is, csak úgy kitenni. Az ostobaságnak hangzik. De lassan azért ez 6, 10, 15, 18. Csak ugye ez nettó 20-22 életerő. Tehát ha lenne 14 manánk, akkor majdnem meg tudnánk ölni a dolog, de ölni a szorító. Overwatch érdekel a Blizzard játéknak különösebben.
most itt fogunk seggelgetni. Ha nagyon sokáig seggelgetünk, akkor ennek az lesz a vége, hogy behúzom a második kill commandet, a második haunted creepert, és meghal. Ez, az, ez a terv. Tehát 10 van a steady shot, dupla kill command, haunted creepers, és ezzel tudunk sebezni rajta eleget. Vagy valamit csinál, és megunja ezt a padhelyzetet, például aktiválja ezt. És ez... Na várj, most hirtelen sokkal izgalmasabbak lettek a dolgok. Több okból is. Van egy második fegyverem. Van dupla unleashed skillem, ami 5-öt ad. Úgyhogy most át kell értékelni az egész helyzetet. Unleashed leviszi 2-re. Ennek a második izé. Jó, oké, tehát most át kell állnunk egy proaktívabb helyzet kezelésre. Több okból is, egyrészt azért, mert ez 17 sebzés? Igen. Például ezért. Ezért is. Másrészt meg azért, mert az Unleashed Skill sose lesz ennél jobb, mint most. Tehát ezt megütöm. Unleash. Skill command a fejre. Tehát 90-nál van. Tehát ez a maximum sebzés, amit ki tudok ebbőzni, 15. 18. 97 az 15-nek, tényleg elvileg pont elégnek kellene lenni az, hogy megöljem. Lehet, hogy rosszul számolom, de ezt majd kigondoljuk, ha odaér. Öt meg három. Jó, látjuk. Jó, annyira proaktív álláspontra álltunk át, hogy nyertünk. Ezt valószínűleg ennél gyorsabban is észrevettem volna. Azért szerencsétlennek volt egy silence-elhetetlen 9-5-ös, jól emlékszem? 9-5-ös Sludge Belcher-e. És onnan meg tudod halni Priest ellen. Priest ellen? Hunter ellen? Priest kér. Jobban hang esetleg egy kicsit, mennyire ideges lehet. Nem hibáztottam érte, ez undorító volt, amit most csináltunk. Nincs első körös lapom, és az elszomorító. Még mindig szomorú vagyok. Ezt a Fiery Vinex-e, és le akarom azt tesztelni egy Knife Juggler-rel. Vagy inkább Haunted Creeper. Haunted Creeper, Eagle Hornból, Knife Juggler izé. Talán azért jobb, mert ha Haunted Creeper-t belöngyilkolom valamibe, akkor az plusz 2 kés. És ezt nehezebb eltávolítani. Ott a Fiery Vinex. Lecsapjam. Elég jó nagy 18 ez a döntésem. Vajon leüt egy egyes? Ezt valahogy két lap. Golden Next Remes lapokat craftelni lehet, igen. Jó, higgy a chatnek. Leütötte az egyes. Leütötte az egy-egyet a Fiery Vinex-szel. Nagyon nehéz szívvel használtam ezt az Eagle Hornbot, de... ez a legjobb megoldás. Bennem volt egy Hunter's Mark, próbáljuk meg késsel lecsapni. De túl sokat kockáztatott külkeresés. Szirklán. És most az a kellett helyzet, hogy nincs semmi, de már is van. A nyomás, amit gyakorlunk rá, az nem túl nagy. 7 lap van a kezében, nekünk 3, ebből 2 csak nagyon konkrét dolgokra alkalmas, a harmadikat meg a végére szánnánk. Úgyhogy ez momentán nem az igazi. Fogyasztás. Ezt nem akarjuk lefogyasztani az érdekelet.
Momentán legalábbis momentán társulod. De akarom meg kilkömendezni a pofáját csak a mana miatt meg, hogy ne legyen pajzsa. Ezért rendkívül ostoba dolognak hangzik, ne csináljuk meg. Szuper csapat lesz majd valamikor előfordul. Sikerült az A-teamet elérni, de ezzel aztán meg kellett ötnöm a Silence, de nagyjából vesztettünk azt is, nem? És meg kellett ötnöm ezzel a Silence? Azt hiszem, igen. Túl sok a pajt és találkozni tudod nyomást gyakorolni, hogy hiába rakok ki, nem csinál semmit, nincsen Eagle Hornból. Lehet hülyeség volt az Eagle Hornból, hogy elhasználni a 2-2-es, hogy meg őrizzem a Life Juggler-t. Na jó, és tudja. Legalábbis biztosan meg. Én ezt lefogyaszthatnám nagyon menő módon, hogy a megöléséhez ezt kell használni, és is elég a pofán vág. Ott van itt lehetséges esetben a Shadow Drop-ból, akkor... Dr. Balloon megveszedett. A 6 szintére. Zabály Hunter's Markot. De sátán lény. Ettől még szar helyzetben vagyunk, mert megoldjuk Dr. Balloon's problémáját. Zsinórban 5-ször annak, hogy bejön az 1 a 3-hoz, annak elég kicsi esélye van. Igen, volt konkrétan 1 a 3 az 5-enhez. Wow, mit csinálsz? Mit csinálsz? Ki mondta, hogy neked lehet ilyened? Fúj! Fúj! Én egy fantáziadós ember vagyok, de nem tudok elképzelni olyan szituációt, ahol most nyerünk. Eddig, ha egy Pyroblastet húznék be, se sikerülne. Légy szíves, mit csinálsz? Ne bánj! Nem lehetnék barátok, nem beszélhetnék meg ezt a dolgot. Nem lehetne, hogy örökre fagyott marad, vagy valami? Meg is ölném ezt, de mit csinálsz? I dream. Jó, eddig nem volt 100% akkor most, de akkor legalább pusztuljunk el elegáns módon. Egyedül költözöm, hogy örök vadász mezőkre. Ha Spyroblastet hoznék, akkor se nyernék, mert a magamat vágnám fofán. Ne így számít, ha egy rank 2-es emberrel van veszítek, sajnos ezért kell nem. A Hearthstone Tracker szerint én egy mágus ellen vesztettem. Hearthstone Tracker, please go home, you're drunk. Na de ez például olyan volt, ami totál szíves. Tehát ez nem az volt, ahol ilyen egy vagy két életerő búlik. De egy a vereségeimnek kb. Fele egy vagy két életerő búlik, tehát kvázi rajta. 2-3, én ezt elmondtam. Dupla Leperno. Az baromi jól hangzik, de ha nincs második köröm, akkor nem ér semmit. Ha most azonnal húzok, mit tudom én, egy Knife Jugglert, egy Mad Scientist-et, egy Hunting Creepert, egy valamit, ami kettőbe kerül, akkor én ezeket kidobálom. Ha Zoo ellen vagyok, akkor is kidobálom, de amit meg Zoo ellen. Clockwork, no. Hallod, így is ki fogom dobálni. Ez lehet hogy butaság, de... Ha handlock, akkor ez így momentán megállíthatatlan. Ha Dark Bombolja az egyiket, az zseniális. Akkor lehet csak Steady Shot-olok a következő körben, hogy legyen jó negyedik köröm. Lehet, hogy ez butaság.
butaság volt, majd meglátjuk, de nagyon tetszik. Hát jó, a bagoly nem az a kettőbe kettő lap, amire gondoltam. Kirakhatnám ezt, nálam volt azért, mert tehát nem tud Hellfire-ezni meg ilyen baromságok. És ez már csak azért is jó lehet, mert hogyha... Most miért appellálok arra, hogy egy a háromhoz bejön a Liok, aki annyira nem is jó? Nem, sebezzük a lehetőleg, tehát a lehetőleg röbbített idő alatt ez a Hunter metódus. Meg kell, hogy kapja a napi steady shot adagját az ellenfél. Ez borzasztóan fontos, tehát hogy a steady shot az szarabb, mint a minionjaid, ez tény, de akkor fogsz nyerni, ha lehetőleg többször használod, miközben folyamatosan nyomást gyakorolsz az ellenfélre. Tehát a Pofa Hunterben a gondolkodás alapvetően ezen megy, hogy mikor és hol és mennyi steady shot érdem. Feltartója szóval. Malacka! Tök poly lenne Deathwinget beletenni a deckbe, 10-ből egyszer meg tudnál szívni az ellenfelet. Pont ez a probléma, mert csak 10-ből egyszer, 10-ből 9-szer meg értek talán. Megnéztem a képet, szórakoztató. Szóval már csak 9 életereje van, ugye a Bolton Giant, hány darab? Egy, és még csak tankja sincs hozzá. Azt mondjuk nem féltem, hogy feltartozója a következő körben, mondjuk tudom silence-elni. A következő körben lehet azt csinálni, hogy silence-eljük a Taunt-ot, megöljük a Watcher-t és még három pofára, plusz egy steady shot. Ha nem öli meg ezt a Clockwork Nova. Kérdezik a számok a nevem mellett, akik Legendben vannak, azok közt van egy erős orrán. És az ez. Tehát ők az 1043. momentán. Ami azért szóval, hogy egy nap 150-ben voltam. Ó, Darkbond elve. Most vannak olyan lapok, amiket Kristán megnyernek nekem, és igazából nem lenne rossz, ha behúznám őket. Aha. Nota bene, hogyha egy Volt Rider-t húzok, akkor is nyerek, mert a Time Divinder-olomat nem is tudsz tartsatot, és kütésetés. Voltam már Top 100-ban is, igen, decemberben, de most tegnap konkrétan volt. Két fegyver sok. Korrekt az a harmadik körben nem akarok Warfrider-t, hanem olyat akarok, ami meg is marad. Ez szar. Ez nagyon szar. Ha lenne három kedve. Vagy hat. Akkor ez tök jó van. De nincs. Szóval... Eddig annyira nem ütött vissza, hogy az nálunk van, tehát most a következő körben tudok Eaglehorn-ozni, ebből kapok egy csapdát, csak akkor most nem tehetem meg, hogy ezen ülök, mert itt van 807 másik fegyver. Még egy Valkyr. Mert most fogjuk látni a problémát, én rajta fogok kerülni, hogy rajta ülök az Eaglehorn-ban. Azért fogom ezt csinálni, kell, mert még nem fogja tudni aktiválni a csapdát. És ha ezt a pofájával tudjuk, akkor szabadul. És akkor a következő körben ezt elhasználom, izéke, coin steady shot mondjuk. Nagyon összeakadtak ezek a fegyverek, és az elég kellemetlen. Lenne 10.000 forinton megvendéve az új Microsoft programot. Nem feltétlenül. És lenne
csapdáját, és shapeshifter aktiválja a csapdát, és ez egy kicsit szomorú. Uh-huh. Erre pedig kellett volna gondolni, hogy a simán megteheti. Ja, hogy nem teszi? Oké. Okay. Akkor hálás vagyok. Ha eddig sem tette, appellálhatok arra, hogy ezek után sem fogja? Vagy ez nagyon butaság? Nagyon butaság, mert ezt nem fogom tudni két kör alatt fogom ezt elhasználni. Ez is ott vagy klokkortnak. Nem tudja levre felni, ha leüti az okés. Anyáá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  Relatíve fájdalom, nem is tudom. Aktiválni attól még ez egy elég rossz ír. A Time Rewinder is nem zseniális. Még a bagolyra is jó lehet. Na hát, nem is gondoltam, hogy csak kigépte volna. Látszik, hogy man módolnom kell, vagy le kell ramboznom, és személyesen kell leütnem. De ha most én sem tudok lórozni, és 22 lapot nem gyógyítja magát, még én is kombó veszélyben vagyok szerintem hamarosan. Érme Time Rewinder az Abuse Sergeant-on. Ez egy érdekes gondolat. De nincs értelme, mert bármi más tudok Time Rewinder-ozni, és többet sebez, csak több mana. Egy főbb behúzok egy Arcane Golemet. Kiteszem, 6-8, akkor az a pont nyernék, ha nem csinál semmit. De lehet, hogy bugközgatnom kell. Ha van swipe-ja, akkor így is úgy is szívunk, tehát appellálj-ka ezeket le, hogy ütögesse. Ha Volt Rider-t húzok 3, visszadobom 6, akkor ez gyakorlatilag igaz. Hát nem mindegy. 3, 5, 7, 8, 10, 12. Tehát akkor lenne egy az 5-hez esélyem, hogy most nyerjek, ha én ezt visszahúznám magamnak. Kellene nekem az az 1 az 5-hez esély. Azt mondom. Én azért, mert kombó ellen nincs sok ide. Ez lehet, hogy hiba volt. Persze, hogy tudom, hogy amit lop a kezem, Mystic, azt látom, de hát mivel csak egy ciklit voltam, úgyis tudtam. Erről nem vagyok meggyőződve, hogy ez egy jó ötlet volt, de... Hát, ha plusz 10 életet kap az ellenfél, és ellopja a csapdádat, akkor nehéz nyerni. Szóval valaki nagyon hamar megfogta. Charge. 8-18. Ah, jó. Okay. Ez a Mystic eléggé betett. És elsősorban nem is az, hogy ellopta az Explosive Trap-et, bár nyilván az is számít, hanem az, hogy megfosztott egy extra Eagle Hornbolt-ot. De az alap arra van kitalálva, hogy megszívasson és meg is szívott, mert ez van. Ezt elég valamikor spellan ki. Nem nagyon. Uff, semmi az első körben, az szar lehet. Mert szerint tisztet akarok, hogy izért. Gyakoroljuk a nyomást, gyakorolás.
vagy gyakoroljunk nyomást is, meg lehetne fogalmazni értelmes ember módjára. Time Reminder. Megérsz, hogy tartjuk, de előbb pofán vágjuk. Van egy explosive trapje, tehát most kirak egy csapdát, azt fogom gondolni, hogy explosive-vel az egész köret feláldozza rá. Akkor én valószínűleg visszamondom, hogy vagyok Night Jobber, így nem. Én leszarom, hogy nem kapok kés. Hát olyan valacsony van már most az életereje, hogy igazából csak halálra pingel, amit nem tudod, igen, ez gyors volt. Az első körben nem volt semmi, a második körben magja, a harmadik körben... Eaglehornban az kevés. De ez az ilyen alsó 15% azzal a paklival, azt mondanám, lapokat tekintve, amit be tudsz húzni. Rexha versus Jaina! You asked for it. Let the hunt begin. Harcolni előfordulhat. Eaglehornbot megtartom talán, mert annyira jó, meg Warper ellen érmével lenne pláne jó. És a kimről az első köröm az persze szar. De most nagyjából úgy járhatok, mint ez a hat. Most nagyon vertem. De egyrészt beosztom a Clockwork Nova, nagyon szerencsés. Másrészt meg egyszer nagyon fontos, hogy meg Warper eltávolítása. A Glade Zooka zseniális top deck lett volna. Nincs igazság a földön. Akarok ezt megtenni, igen, mert mi más csinálja. Kimarad egy Stradic Shot, de nem is egy mini anyai. Igazából most mindegyik szar. Jó, van valaki, jó. Most olyan nyugésekkel be időszak. Dupla skill command, tehát megint most el kell kezdenem gondolkodni az, amivel ez nem úgy alakul, hogy kéne. Hogyan fogom én őt megölni? Tehát ez 10-12, ez nem fog működni. Ez legalább 5 lövést igényelje alá lesz szerint a skill commandek mellé, ami nagyon szar. Ezeket nem skill commandelhetem le, az ilyen. Tautot nem kell kirakni, mert itt szerint ugye már csak önnek amúgy is van. Meglátjuk, miket fogunk még behúzni. Pagolj! Ezt én lehet, hogy le kell, hogy pakjozzam. Hogy bevigyem a plusz 3 sebzést, de lehet, hogy ez nem most kell. Kill command, kill command, pofa, a bagolyjal az 13, az 80-nál megcsináltad, 15, 13. Ebben a körben, következő körben, ehhez már csak azt kell, hogy ne dögöljek meg addig, ez 7 sebzés, és ez csak növekedni fog.
hogy aztán nem apelálhatok arra, hogy hú, majd ezt a bugot én megőrzem. Nem csinál sokat. Értsd semmi. Eldobhatok ezt skillkömendet erre a szarra. Ez az utolsó meccs a streamen, úgyhogy mennem kell majd. Ha nem rakok ki semmi ellenállást, akkor nem fogom tudni megölni. Amíg arra is rámegyek, hogy top deckeljek egy állatot, aztán ez a legjobb esélyem, hogy megyek. Ami nem egy jó esély. Explosive jobb zseniális lenne. Az egy... Mirror Entity. Amúgy... Egy Unleashed skin nagyon jó lenne. Ez 9-es sebzés. Mad Scientist és Taunt. Ez ugye egy netto nulla lenne. Így viszont zsenialitás. Ja, bekapik az explosive csapat és ez mind meghal, ha csak nincs egy random silence. Kivéve ha ez természetesen egy counterspell. És ha lesz két féle csapdájuk, én azt gondolom, hogy lesz egy counterspell. Nem, nincs counterspell, csodálatos. Ó, oh, de van ez, fúj. És még le is fog nem fegyetteni, fantasztikus. De ettől még jót lehetünk. De ez biztos nem is lehet, hogy... Hát de kidobhatjuk, igazán te kidobhatjuk, csak minek, amikor van Steady Shot és az ugyanazt csinálj. De hogy a silence-elhetem ezt, de akkor kap plusz két sebzést, ami 7-9-10-re növeli. Jelenállás szerint ugye 7-10-11, tűzgolyóba belehalok, de Frostboltba nem, és az fontos. Ha egy counterspell, akkor nincs baj, mert eldobjuk az Unleashed a Hounds-nak. Rossz lesz. Elég? Elég, amit most látunk, aztán elég. Ez a Pofa Hunterről azt kell tudni, és erre mondom, hogy kell ezzel gondolkodni. Hogy látnod kell, hogy abszolút korlátozottak az erőforrásaid, és egy bizonyos ponton meg kell állnod, és kitalálnod, hogy hogyan fogod megölni. És ezért volt az, hogy az ötödik körnél megálltam, és onnantól kezdve kihagytam két kört, és csak pingeltem. Mert tudtam, hogy nincs más esélye. Ez egy baromi vékony út volt, ami most végig sétáltunk, de tehát, hogy tényleg kell itt gondolkodni, és oké, okay, ügyték, hogy mindig minden pofára, de ami részben igaz, de hogy mikor mész pofára, az egy sokkal nehezebb kérdés, mint ami ennek elsőre látszik. Ez a kalandozásunk a Pofa Hunterrel most, és örülök, hogy itt voltatok, majd ezt nem hiszem, hogy folytatom ma délután, lehet, a franc se tudja, minden esetre innen folytatjuk legközelebb.